az MC-t. Tehát azért neked az életedben az elég jó fontos sport, nem? Egyébként. Van valami olyan, amit úgy kipróbálnál szívesen, amit még eddig nem próbáltál ki sportot? Ez kemény. És extrém sport esetleg? Igen, ez elég sok kipróbáltam. Nem. Elég sok nem kipróbáltam, viszont értem, hogy már elég sok olyan plusz adrenalin kívül, ami nem indokolja azt, hogy még külön kínozza magam. Mint a dolgot, hogy extrém sportot vagy nem bőven, mert de ezen kívül minden más. Heti szinten hányszor mész edzeni? Funkcionálisan csinál a dolgot, hogyha van rá, de más licen, hogy jössz. Ja. Neked nekem a karpét, hogy esetleg tetszik a csatát. Hogy eladó egyébként. Mindig minden. Persze. Nem csak kettő minden. Szóval. Jó, alakulunk, úgy érzem. Szóval, hogy jó volt a kérdés. És hányszor mész edzeni? Úgy érzem, nem olyan pontos, de amikor van rá szükség, akkor ezt nekünk nincs, akkor nem. Tehát igazából, hogyha van rá feladat, és meg igény, akkor nagyon szívesen kínzol magam egyébként, meg effektíve, inkább csak egy kikapcsolódás nekünk. És mondjuk azt lehet mondani, hogy te általában mondjuk párkapcsolati témákról énekelsz, hogy expert vagy a szerelmes dologban, romantikus dologban mondhatjuk? Ez furcsa dolog egyébként, mert mint a rádióban hallhattok, ha egyáltalán most, hogy játszik, hogy a rádió, azt nem tudom. Azok valóban ilyesmi, de ezeket mi tudatosan picit ebbe a téma követve egy rádióban tudjuk. Viszont először koncertünkre egyszerűen most szeretnék meghívni, és mindenkit majd szeretnék rádió. Koncertjük szépen. Ott egy teljesen más világ fog elég tárulni, és rá fogsz mondani, hogy egyáltalán nem erről énekünk, és lenélünk. Tehát kifejezetten nagyon sok téma érdekel minket, csak sajnos a rádiókat nem érdekel. És ez tök jó, mert most kinyíltad a kérdésemet, amit akartam kérdezni, de nem, mert azt akartam csak kérdezni, szerinted Budapest romantikus városa? Nekem volt részem itt romantikában elég sok. Ennek voltam, hogy csak rövidebb ideig tartok, de igen. Szóval akkor abszolút azt gondolod, hogy romantikus. Nekem szépen még én van, igen. Na, nagyon szépen köszönjük, akkor fújtunk magad nyugodtan. Köszönöm.